mato manai mi shebeta indaya. A Zsoltár Izrael békéjéről szólt. A közösséget Virág Judit, a hitközség elnöke, és Rosenfeld Dániel Imre főkántor köszöntötte, aki a történelmi háttérről is beszélt. A zsidóságban, judaizmusban 4 zsidó évet különböztetünk meg, és ez az egyik a 4 közül. Ez nagyjából az 1800-as évekre vezethető vissza, amikor is elkezdtek ezen a napon fákat ültetni, illetve 1949-ben, amikor a Knesset megalakult, Izrael államának parlamentje, akkor ez volt az első ünnep, amit közösen elfogadtak. Tehát igazából a talmudi kort nem csak nevében, hanem hagyományaiban is átörökítették a mai modern Izrael államára. Idén 15 fajta Izraelben termő friss és aszalt gyümölcs került a terített asztalokra. A szokásokhoz híven fát is ültettek. A gránátalma magját ebben az apró cserépben helyezték el. Ez nem csak a fák ünnepe miatt, a fák új éve miatt van. Ennek van egy nagyon szomorú vonzata is, ugye mindannyian emlékezünk október 7-ére, amikor egy olyan borzasztó dolog történt, hogy megtámadták Izraelt, megölték a felnőtteket, de a legnagyobb bűntény, hogy megölték az ártatlan gyerekeket. Az ő emlékükre is ültetjük ezt a kis fát, illetve egyelőre még magokat, amit majd dédelgetünk, és minden bizonnyal fává cseperedik. Szombaton a II. Világháború áldozatainak tiszteletére tartanak megemlékezést. Az ENSZ közgyűlése 2005-ben a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította január 27-ét. Az életben maradt foglyok 1945-ben ezen a napon hagyhatták el a felszabadított Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábort. A korabeli eseményekről készült dokumentumfilmet 17 órakor vetítik le a zalaegerszegi közösségi házban.